Csíkszeredából köszöntöm a heti hírmondó nézőit. A mai adást az RMDSZ 11. kongresszusán rögzítjük. Rögtön mondom, miről lesz szó a mai műsorban. Eddigi legnagyobb és leglátványosabb kongresszusát tartotta szombaton a Romániai Magyar Demokrata Szövetség befolyásos romániai és magyarországi politikusok jelenlétében. A küldöttek program és alapszabályzat módosítással döntöttek egy ütőképesebb, erősebb szervezet kialakításáról. Teljes irányváltást vagy kisebb korrekciókat hoz a szövetség politikájában a kongresszus. Milyen jövőt képzel el az erdélyi magyarság, a Szórvány és a Székelyföld számára az RMDSZ? Mindenről a szövetség vezető politikusait kérdezzük. Az ülésen felszólalt a Szlovákiai Magyar Közösség pártjának vezetője is, akit arról faggatunk, mit tanulhatnak egymás kudarcaiból és sikereiből a külhoni magyar politikusok. 1000 küldött, meghívott és újságíró van jelen a csíkszeredai sportcsarnokban az RMDSZ 11. kongresszusán. De nem csak a létszám, hanem a kitűzött célok miatt is rendkívülinek nevezhető a tanácskozás. A szövetség vezetői egy ütőképes, hatékonyabb érdekvédelmi szervezet kialakítását várják a kongresszustól, és azt ígérik, hogy az itt hozott döntések egyértelműen kijelölik azt az irányt, amelyet az erdélyi magyarság számára fontos ügyekben, az RMDSZ cselekedetekben is követni fog. Az RMDSZ 11. kongresszusának otthont adó város polgármestere a szónoki emelvényre helyezte a székely zászlót. Rádui Róbert beszédével alig halopta meg magát a román miniszterelnök és a kormánykoalíció másik vezető politikusa szívébe, hiszen keményen kritizálta a kormány intézkedéseit. Folyamatosan támadás éri városunkban elhelyezett kétnyelvű forgalmi táblákat, a hivatalban használt kétnyelvű űrlapokat, amikor csíkszeredai főépítész magyar nyelvismereti elvárása Bukarestben diszkriminációnak minősül, ugyebár. Mert a zavaros fejekben a közösség van a köztisztviselőért, és nem a köztisztviselő a közösségért. A miniszterelnök felszólalásának idejére már lekerült a pulpitusra terített kék aranyzászló, pedig a kormányfő azt mondta, amióta ismeri a történetét, kedves számára a lobogó. Az alkotmánymódosítás kapcsán Viktor Ponta úgy fogalmazott, nem lát esélyt a Romániát nemzetállamként meghatározó első cikkei megváltoztatására, arra viszont igen, hogy a romániai magyarokat is az ország egyenlő és legitim polgáraiként ismerje el az alaptörvény. A közigazgatási átszervezésről, különösen Székelyföld helyzetéről azonban eltérő az RMDSZ és a kormány álláspontja. Nem pontosan az lesz, amit itt helyi szinten akarnak, de párbeszéddel megoldást találunk. Csak hogy a román-magyar párbeszéd, de még a megegyezés sem jelent garanciát a sikerre. Ez bizonyítja az is, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának épp az RMDSZ által kikényszerített és törvénybe rögzített jogaiért tüntettek néhányan a kongresszus helyszíne előtt. A tiltakozók a miniszterelnököt akarták figyelmeztetni az egyetem működésében tapasztalható törvénytelenségekre. Semmi sem történik a magyar oktatás jogainak a helyreállítása érdekében. Ezért vagyunk mi most itt. A kongresszuson a magyarországi parlamenti pártok is képviseltették magukat, kivéve a Jobbikot, ők nem kaptak meghívást. Fekete-fehéren kimondtuk. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes azt hangsúlyozta, Magyarország számít az erdélyi magyarságra, ahogy az erdélyi magyarság is mindenkor számíthat Magyarországra. Újhelyi István MSZP-s országgyűlési képviselő az autonómia törekvések támogatásáról biztosította a résztvevőket. Egyértelműen támogatja a Magyar Szocialista Párt, és teljesen jogos igénynek tartja a külhoni magyarság kulturális, önkormányzati, közigazgatási és területi autonómiájának megteremtését. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a többségi politikai akarat és megegyezés. Egy nemzet akkor lehet erős, ha kiáll nemzettársai mellett. Ezt már Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője mondta, majd így folytatta. A mi felelősségünk abban áll, hogy az itteni magyar közösséget és annak legitim képviselői által megfogalmazott demokratikus célokat és követeléseket minden lehetséges módon támogassuk. A feladat kijelölőnek beharangozott kongresszuson személyi változásokról nem kellett dönteni, ugyanis az elnökség mandátuma nem járt le. A küldöttek kongresszusi határozatokba foglalták a szövetség legfontosabb feladatvállalásait. 8 olyan területet határoztunk meg, amely irányban, amely prioritást kell élvezzen. Székelyföld és Szórvány területén, Európa szintjén az európai állampolgári kezdeményezés, az európai parlamenti választások, gazdasági intézkedéscsomagot is előterjesztünk és elfogadunk a mai napon, illetve hát természetesen nem tudjuk megkerülni az alkotmánymódosítást és a régió átszervezését.
kezdeményezést. Az RMDSZ-en belül létező különböző ideológiai műhelyek megerősítése is szóba került, mostantól női tagozata is van a szövetségnek. Jó ötletnek tartom, viszont nem azért, mert nagyon feminista lennék, csak egyszerűen hangsúlyosabban kifejeződik szerintem ezután az, hogy egy nőnek is ugyanannyira fontos szerepe lehet a politikában, mint egy férfinak. Az RMDSZ kongresszusán nem született meglepetés. A küldöttek megszavazták az alapszabályzat és a programmódosító javaslatokat, és döntöttek arról is, hogy az RMDSZ törvénytervezetet nyújt be Székelyföld területi autonómiájáról. Idén egyébként pontosan 20 éve annak, hogy az autonómia törekvések részét képezik a szövetség programjának. Az eddigi legnagyobb, legtöbb embert megmozgató kongresszus lezajlott. Ezek után mi fog változni? Úgy irányt vesz az RMDSZ? Nem, az irányt azt nem kell megváltoztatnunk, de nyilván a társadalmi valósághoz kell igazodnunk nekünk is, meg hát a kihívások azok mindig mások. Nem ugyanazok a kihívások ma, mint ezelőtt 20 évvel, 10 évvel, sőt, még csak nem is ugyanolyan, mint ezelőtt 2 évvel. Az irány nem változott, de a kihívásokhoz igazítottuk a szövetség programját, a szövetségnek az alapszabályzatát, és azt a 7-8 dokumentumot, amelyet ma elfogadtunk, én úgy tekintem, és úgy tekintjük, mint a programunk kiegészítése, amely a következő esztendőkben nekünk a stratégiánkat és a politikai cselekvésünket meghatározza. Itt volt Viktor Ponta, a miniszterelnök, és a Nemzeti Liberális Párt elnöke is. Mindketten nagyon sokszor megpróbálták már a magyarság erejét megtörni. Mégis miért keresik velük a partnerséget? Olyan román politikust én azért most nem tudnék megnevezni, amely vagy aki ne próbálta volna megtörni a magyarság erejét az elmúlt 24 évben, az elmúlt 90 esztendőben. A politikában a dolgok azok mindig változhatnak. Nekünk azért fontos, hogy a kormányzó oldallal, amely egyébként nélkülünk bármit eldönthet ebben az országban, egy párbeszédet fenntartsunk és a magyarság érdekeit képviseljük, hogyha ezeket a döntéseket úgy hozzák meg, hogy az erdélyi magyar közösségnek az érdekeit nem veszik figyelembe, különösen a régió átszervezésnél, akkor olyan döntés születhet, ami a mi életünket nem egy-két esztendőre, nem a következő választásokig, hanem évtizedekre meghatározza. Most én nagyon cinikus lehetnék, és megkérdezhetném, hogy mégis Romániában élünk, itt politizálunk, itt kell a közösség érdekeit képviselni. Kivel folytassunk párbeszédet? Az észak-koreaiakkal? Hát nem lehet. Meghoztak egy jó pár határozatot. Ezekkel mit lehet elérni mondjuk Bukaresttel szemben? Egyrészt a közösségi akaratot, hogyha felmutatjuk, és ezt tisztelik, ezt el is mondja mindenki, hogy ha az erdélyi magyarság 2012-ben kétszer egymás után nagyon nagy többséggel, 90%-os többséggel, 86%-os többséggel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget választotta, akkor úgy tekintenek, mint a közel másfél milliós magyarság legitim képviselőire. És nyilván, hogyha mi őszintén elmondjuk, hogy mit akarunk, hogyha érveket találunk, meggyőzőek tudunk lenni, hogy az nem a románság ellen van, az nem a román emberek ellen van, nem Románia ellen van, hanem egy jogos követelés Európában a 21. században, akkor én bízom abba, mert én nem lehetek egy dörmögő, magamba zárkozó politikus, én bízom abba, hogy előbb-utóbb a mentalitást meg lehet változtatni. Viktor Ponta, a miniszterelnök is most felsorakoztatta itt a magyarok legnagyobb problémáit, de nagyon szépen kikerült-e a választ rá, tehát mit lehet ezekkel mégis elérni, tehát akár ha elismerik is a közösség akaratát? Hát amit az előbb mondtam, meg kell próbálni. Ha az ember meg se próbálja, akkor nyilván ne foglalkozzon politikával, sok szép szakma van a világon még. Hogy mit érünk el? Meglátjuk menet közben. Nézze, 90-ben sehol magyarul nem lehetett a közhivatalokba beszélni, még Székelyföldön sem, ugye nem volt ez 89-ig divat. Magyar iskolánk, meg tudom számolni egy kezemen, hogy mennyi volt 89-ben, most több mint 300 magyar iskolánk van Románia szerte. És még mondhatnék néhány apróságot. Már csak egyetlen egy van a 33-ból. Még mondhatnék, és a bolyai licem az micsoda? Csak a bolyai van, a többi mind vegyes. És én azt gondolom, hogy lesz ott más magyar iskola is, van egy református, és lesz katolikus iskola, és én biztos vagyok, hogy lesz több iskola is, de nyilván így minden egyes esetben visszatérhetünk. Tehát a 23-24 esztendő alatt mit értünk el? Ha valamit elértünk, az éppen azért volt, mert nem adtuk föl. Mert azt gondoltuk, hogy igenis, ebben az országban, hogyha a szülőföldön akarunk maradni, akkor a románokkal kell megpróbálni megegyezni. Hallgatólagos vagy írásos megállapodást szorgalmaz az erdélyi magyar politikai tényezők között az autonómia ügyében. Kikkel és milyen megállapodást szeretne? Nézze, én azt gondolom, hogy nekünk
előbb-utóbb ki kell mondanunk azt, hogy az autonómia törekvéseknek nagyon sokat árt az, hogyha valaki mint egy kétélű kést, kardot politikai csatározásokra használja, és megpróbálja magát úgy beállítani, mint igaz autonómia harcost, a vele szemben állót, a politikai ellenfelét pedig úgy, mint egy autonómia ellenes politikus. Ez a valóságban nincsen így. És én ezért mondtam, hogy alapjában véve, hogyha mindig beszélünk a nemzeti minimumokról, ez kellene az első lépés legyen ahhoz, hogy érdemben tovább tudjunk lépni. Na de hogyan lehet megállapodni mondjuk akár egy nemzeti minimumról, akkor, hogyha meghívták a romániai és magyarországi pártokat, valamennyit kivéve a szélsőségesnek tartottakat, viszont nem hívták meg a többi romániai magyar pártot? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és egy nagyon fontos kérdés. Nem a kongresszuson kell megállapodni. Nem a kongresszus az a hely, ahol ilyen megállapodásokat de meg kell kötni. Miért döntöttek úgy, hogy nem hívják és, meg? Nyilván a kongresszusok között és a mindennapokban kell nekünk együttműködnünk, vagy kell nekünk beszélnünk, szoktunk beszélni egyébként. Nem mindig hívjuk meg a sajtot a beszélgetéseinkre, de hát ez a mi mulasztásunk minden bizonyára. És a következő időszakban is nyitva vannak a kapuink, és nyitva állunk az együttműködésre. Ez legyen a végszó, köszönöm szépen. Az önkormányzatokban van az RMDSZ ereje. Nem véletlen, hogy az alapszabályzat módosítás révén karcsúsodik a szövetségi elnökség és erősödik az önkormányzatok hatásköre. Az újítást leginkább a székelyföldi vezetők üdvözlik, hiszen több példa is volt arra, hogy az országos elnökség a Hargita és Kovászna megyei RMDSZ-es előjárók álláspontjával ellentétes döntéseket vagy ajánlásokat fogalmazott meg. Az MSZP-nek Székelyföldön nincs keresnivalója. Ezt mondta Tamás Sándor megyei tanácselnök a szocialisták kolozsvári ülése elleni nyilatkozataiban, és megerősítette Fidesz szimpátiáját. Mesterházi Attila akkor Markó Béla meghívására Kolozsváron mutatta be pártja nemzetpolitikai programját. Az RMDSZ elnökét úgy hívják, hogy Kelemen Hunor, akivel teljes összhangban azon dolgozunk, hogy egy új fejezetet nyissunk az erdélyi magyarok, és természetesen a Székelyföld életében is. Ebben én azt hiszem, hogy egy húron pendülünk, egy hangot ütünk meg, de ugyanúgy egy az elképzelésünk a magyarországi kormánypárttal való viszonyunk tekintetében is. Markó Béla szerint az RMDSZ integráló szövetség, ahol a különböző ideológiák jól megférnek egymás mellett. A tömmagyarságban pedig természetes a radikálisabb szemlélet, a vezetőség dolga egyensúlyt teremteni a szórvány és a Székelyföld prioritásai között. Ezen a közösségen belül is van jobb oldal, van bal oldal, vannak kereszténydemokraták, liberálisok, vannak szociáldemokraták, tehát nem egyformán képzeli ez az egész közösség a társadalom átszervezését, a gazdaság működtetését, a szociális problémák megoldását, csak valamilyen formában, ha egy szervezetben akarunk maradni, biztosítani kell az erről szóló vitákat. Frunda György úgy véli, nem az számít, melyik ideológia vagy párt szimpatikusabb. A szövetségen belül természetesek a nézetkülönbségek. Neki például vannak fenntartásai az új alapszabállyal szemben, mert ennek következtében pártosodni fog az RMDSZ. Az új alapszabályzat szerint megerősítődik a szövetségi elnök, neki lesz egy szövetségi tanácsa, meg eldönti a dolgokat, sokkal kevesebb hatásköre lesz az állandó tanácsnak, az SZKT pedig csak kétszer fog ülésezni évente, ezzel mi gyengül az, ami a legdemokratikusabb a jogállamban, a parlament, a magyarság parlament. A román államfő személyi tanácsadója szerint a székelyföldi vezetők és az erdélyi magyarságot a szórványt is képviselő elöljárók prioritásai közötti különbség nem szíthat belső feszültséget. Nem szabad szembeállítani a székelyföld autonómiát a szórványvidéknek a milétével. Sokkal fájdalmasabb például, ha a szórványvidékben megszűnik egy magyar iskola, ahol csak egy van, mint Székelyföldön akármi történik. Hát nézzen körül ma itt. Itt egy kis Magyarországban élünk. A rendőr is magyarul szólt hozzám. Milyen fenyegetés állít fent, reális fenyegetés, hogy nem marad magyar Székelyföld? Verestói Attila is úgy véli, a szövetség tagjainak eltérő pártszimpátiája nem okoz belső feszültséget. Nekünk a jövőben is, de azt hiszem eddig is, minden más politikai erő eszköz ahhoz, hogy ennek a közösségnek valamit megoldjuk.
amennyiben hasznos eszköz egy romániai kormánypárt, akkor azt kell használni. Hasznos eszköz a magyarországi kormánypárt, akkor azt kell használni. Csak ennek a közösségnek valamelyest haladjunk előre a dolgaival. Rádui Róbert szerint itt az ideje a szatmár németiben szétvert egység újrateremtésének. Erre kellett volna a mostani kongresszusnak lehetőséget teremtenie. A magyar egység bomlása a 7. szatmárnémeti kongresszus után kezdődött. Akkor törölték az alapszabályzatból az addig Tőkés László által betöltött tiszteletbeli elnöki státust, és ekkor merült fel először lehetőségként a reformtömörülés kiválása az RMDS-ből. Ahol túl nagyra nőnek a fenyők, ott mellette a csemetéknek nem nagyon marad élettér. Kelemen Hunor elnök úr előtt még az élet, a pálya, és a székelyföldi vezetőkre messze menően teljes mellszélességgel számíthat. Ő bennünk partnerre talál, csak ezt kell érezze, és az általunk felé nyújtott baráti jobbot el kell fogadja. Velünk egész más irányban, más sebességgel és más úton tud haladni kétségkívül. Itt van velünk Gorboly Csaba, önkormányzati tanácselnök és Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere. Annyit mondott első felszólalásában, hogy örül, hogy itt lehet. Tudjuk, hogy előzetes letartóztatásban is lehetne, hiszen a korrupció ellenes ügyészség eljárást indított ön ellen. Hol tart jelenleg az ügye? Jelen pillanatban hát az ügyészek dolgoznak, az ügyvéden várja a bírósági pernek az elindulását, és én június 12-ig itt Csíkszeredában kell legyek, és hát természetesen addig a családommal foglalkozik. Ez az első olyan kongresszus, amelyen az összes RMDS-es polgármester jelen van, és ön házigazda lehet. Az önkormányzati tanács részéről jött először a javaslat, és örvendek a szövetségi elnök, illetve hát az SKT elfogadta ezt az elképzelést, hogy a megválasztott polgármesterünk lehessenek itt. Én azt gondolom, hogy így teljes az erdélyi magyarság, hogyha a polgármesterek is ott vannak a döntéshozó fórumokban, és hát számomra egy különös öröm, és valahogy mintha a sors is ugye ezt hozta, hogy abban a városban a kongresszus, amelyet nem hagyhatok el, abban a városban, amit szeretek, és hát tényleg most lehetőségem volt részt venni, szólni, és én örvendek, hogy itt volt. Gyakran hangoztatják azt, hogy gyakorlatilag az önkormányzati vezetőknek kell elvinniük Székelyföld ügyét a hátukon. Ez mit jelent pontosan? Most, amikor ellenzékben vagyunk, talán még hangsúlyosabb az önkormányzati tisztségviselőknek a szerepvállalása. És mivel az önkormányzatiság elve egy nagyon fontos elv a szövetség programjában is, ezért én úgy gondolom, hogy a valósághoz igazítjuk most a program által mindazt, amit teszünk, és nagyobb súlyt, nagyobb felelősséget adunk az önkormányzati tisztségviselőknek. Csak az élethez igazodik az RMDS még inkább, hisz ha a politikáról, közéletről beszélgetünk, akkor első alkalommal, amikor egy embernek baja van, gondja van, általában a település vezetőjéhez, a megye vezetőjéhez fordul, hisz ő van test közelben, elérhetőségben, és hát egyre inkább látható, és ugye azért beszélgetünk helyi autonómiáról, hisz a helyi gondoknak a kezelői, a gondokai, azok a helyi választottak. Az RMDS számára az alkotmánymódosítás, a régió átszervezés, az európai polgári kezdeményezés ugye a legfontosabb. Mi a prioritás az erdélyi, és mi a prioritás ezen belül a székelyföldi magyarok számára? Én azt hiszem, hogy mindenképp egy új fejezetet kezdünk, hiszen eddig is az RMDS programjában benne volt, hogy az RMDS fontosnak tartja Székelyföld autonómiáját, de itt ma ezen a kongresszuson született meg az a dokumentum, mely egyértelműen megfogalmazza azt, hogy az RMDS kidolgoz, benyújt és fenntart egy autonómia statutumot a parlamentben. Én azt hiszem, hogy a 11. kongresszusnak talán ez az egyik legfontosabb üzenete és legfontosabb döntése. Egységben az erő, ezt mondja mindig az RMDS, és most a kongresszuson is egységes erőt mutatott fel, de a hétköznapokban, amikor a szövetség alapvető döntéseket készít elő, akkor kinél, kiknél van az erő? Az RMDS-nek a különböző testületeiben olyan emberek vannak, akik hát leképezik az erdélyi magyar társadalmat, akár réteg érdekek szerint, akár térségek szerint, szakmák szerint, vagy tevékenység típusok szerint. De mégis mennyit nyom alatban a székelyföldi vezetők szava? Erőnk van a parlamentben, de ez is változó. Erőnk van az önkormányzatokban, és erőnk van az utcán. Tehát mi mindig azt kell mérlegeljük, és azt kell eldönteni,
hogy mikor, melyik erőt, hol használjuk. De ezeket nem egymás ellen, hanem egymás kiegészítéseképpen használjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a lehetőséget. A helyi magyar pártok tudnak valódi válaszokat adni a kisebbségi sorsban élő magyarok gondjaira, vagy az RMDS és a Magyar Közösség pártja. Az erdélyi és a felvidéki szervezet rendszeresen egyeztet a magyarság számára fontos kérdésekben, de mit tanulhatnak egymás kudarcaiból és sikereiből a külhoni magyar pártok, melyek az egymás számára is követendő kezdeményezések? Berényi Józsefet az RMDS döntéshozó tanácskozásán kérdeztük. 20 éves az MKP és az RMDS közti viszony, ezért érthető Berényi József elnök úr jelenléte itt a kongresszuson. A magyar kormány által kezdeményezett fórumokon gyakran találkozhatnak a külhoni magyarok vezetői, képviselői, de miért fontos ez az egyeztetés, illetve megvan-e az a kellő fórum, ahol egyeztethetik az elképzeléseiket? Annak ellenére, hogy azért sok különbség van Románia és Szlovákia között, nagyságát tekintve, vallási hátterét tekintve, gazdasági erejét tekintve, földrajzi elhelyezkedését tekintve, a hatalom gyakorlása a kisebbséggel szemben, vagy éppen a kisebbségek felé tett hatalmi gesztusok, ha van egyáltalán ilyen, azok körülbelül ugyanazok. A témák is nagyon hasonlóak. Ahogy önöknél most a területrendezés vagy területi átszervezésnek a kérdése az egyik legfontosabb politikai ügy, mi ezt már 2001-ben átéltük. Nyelvhasználati ügyekben hasonlóak az elvárásaink. Ezért rendkívül fontos, hogy tájékoztassuk egymást, tudjuk a folyamatokat, ami Romániában zajlik, illetve ők tudják, ami Szlovákiában zajlik, hiszen lehet tanulni a hibákból, lehet tanulni a sikerekből, a kis győzelmekből, a hibákat el kell kerülni, a siker okait pedig meg kell próbálni áttültetni egyik vagy a másik országban. Számomra rendkívül fontos volt hallani azt, hogy az RMDS például a magyar nyelvet regionális nyelvén kívánja elismertetni Romániában, sőt már parlamenti beterjesztés is történt ebben az ügyben. Nyilván, ha bent lennénk a parlamentben, ezt mi is megtennénk, és mi azt mondtuk az utolsó országos tanácsülésünkön, hogy ez az út, amit járnunk kell. A regionális átszervezésnél pedig mindenképpen fontos az erdélyi és a romániai magyarság számára, hogy olyan régiók jönnek létre, ahol a magyar közösség erőként jelenhet meg. Mert ha nem jelenik meg erőként, akkor elő vagy utóbb leépülnek a magyar jellegű intézmények az ilyen megyéken belül, ennek vagyunk mi a tanúi a felvidéken. Egyébként olyan fórum, hogy a határon túli magyar pártok összejöjjenek, olyan egy van a Kárpát-medencei Autonómia Tanács, ezen túl pedig régen működött úgynevezett Kismáért, ahol magyarországi pártok nélkül találkoztunk, de a Fidesz-KDNP 2010-es kormányalakítása után eznek nem láttuk a szükségét, hogy különülésezzen. Gyakran mondják azt, hogy a szlovákiai példa talán követendő, hiszen egyetlen magyar pártja van, míg itt ugye három magyar párt is létezik, a romániai magyarság érdekeit három magyar párt is képviseli. Ön ezt milyen szemmel nézi? Számomra az fontos, hogy Romániában senki nem lépett ki a magyar politizálási keretekből. Ez számomra igazán nem érvadó, és annak is örülök, hogy ezt nem is rejtik véka alá. Nagyon sokan szeretnének párhuzamokat húzni az RMDS és a Most Híd közé például, de azt kell, hogy mondjam, hogy az RMDS elég egyértelműen elmondta, hogy a magyar politizálás kereteinek nincs jó alternatívája. És mi is ezt mondjuk. Tehát ahogy sikerült annak idején a nagy és erős MKP-nak megegyezni a szlovák pártokkal, és a kicsi, de akkor is néhány eredményt felmutatni, ez igazán a járható út. Abban a pillanatban, hogyha ennek a politizálásnak a kereteit föloldjuk, abban a pillanatban a célkitűzéseknek a területén alább adjuk a célkitűzéseinket, és kisebb célokat fogalmazunk meg. Ezt a Szlovákiában nap mint nap látjuk, vasúti kétnyelvűség ügyébe például, hogy az önálló magyar politizálás értelme az, hogy a céljainkat magunknak megfelelően állítjuk fel, nem valamilyen fajta belső konszenzus alapján, mert ha azt letesszük az asztalra a szlovák pártok felé, gondolom itt is a román pártok felé, úgyis alkudni kell velük. Tehát nem, ha egy kompromisszumot teszünk le az asztalra, már kompromisszumok kompromissza jön ki ebből a javaslatból, ami viszont nem hoz eredményt. Tehát a magyar politizálás keretei Erdélyben látom, hogy mindenki számára fontosak, és gondolom az, hogy ma itt egyedüléként kaptam meghívót Szlovákiából, és csak a Magyar Közösség pártja kapott meghívót és felszólási lehetőséget, ez megfelelő üzenet Szlovákiában is, hogy az RMDS ezt hogy látja. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.
Az LMDS kongresszusának helytadó sportcsarnokot Csíkszereda polgármestere Erős Zsoltról, a város szülöttéről nevezné el. A polgármester szerint a hegymászó példája minden időben erőt és hitet adhat az itt élő magyarok törekvéseihez. Jövő vasárnap ismét a budapesti stúdióból jelentkezik a heti hírmondó adása. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!